A Kielce 10-zel verte a Paris Saint-Germaint a férfi kézilabda BL Final Fourért folyó párharcok első meccsén. A Szeged sajnos 8-al kapott ki a Vardartól, míg a Veszprém 6-tal nyert Flensburgban. Eközben a Tatabánya végül lemaradt az EHF kupa Final Fourjáról. Tájkép csaták közben a kézilabdázásért érdeméremmel kitüntetett Vas Sándor, korábbi szövetségkapitánya. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! A siker gyakran volt barátod az életedben, de szeretsz-e kitüntetéseket kapni? Figyelj, de... ez óhatatlan, hogy az ember időnként, amikor megöregszik, akkor kap kitüntetéseket. Ezzel jár, igaz? Ez mutatja a kort. De hát mit jelent egy harcedzett magyar kézisnek, játékosnak, vezetőnek, edzőnek ez a kézilabdázásért érdemérem? Megtisztelő, hogy tulajdonképpen a szövetség, akivel 8 éve semmi kapcsolatom nincsen, mondjuk nem felejtett el a múltamat. Gondolt rád? Gondolt, igen. Ha játékosként egyetlen meccsért adnának kitüntetést, akkor te a te karrieredben melyik meccsedért kapnád azt? Volt jó sok? Volt elég sok meccsem. Talán az volt a legnagyobb, amikor először vertük meg a Honvédot, a fiatal elektromos, és egy góllal nyertünk. Az egy olyan meccs volt, ami tulajdonképpen végig megmarad az embernek. Ja, most arról beszélünk, mintha a mostani Veszprémet lehetaszítottátok volna. Hát az zsinórban akkor 6-szor nyert bajnokságot, igen, a Honvéd, és utána jöttünk mi. Tehát ez volt a... Ugyanez a kérdés edzőként? Hát okvetlenül a Kumamotói világbajnokság. Tehát az, habár Szöulban is voltam a világbajnokságon az osztrák női válogatottal, ahol ott is sikeresek voltunk, és az osztrák női kézilabda, a csapatsportban először kvalifikálta magát egy csapat az olimpiára. Tehát az is egy olyan eredmény volt. Melyik volt a legvagányabb csapatod egyébként? Hát okvetlenül az a Veszprém, amikor a Veszprémet edzettem. Igen? Ez a mostani Veszprém, ez most mennyire látod ilyen szempontból vagánynak? Mert nagyon megrázták magukat ezzel a Flensburgiát. Azért mondhatjuk, a 6 gólos győzelem az meglepetés. Meglepetés volt. A meglepetés inkább az volt, hogy a Flensburg nagyon gyenge volt. Tehát ez számomra meglepetés volt. Habár a hét közben láttam a Rhein-Neckar Löwen elleni meccsüket, az se volt valami fényes. Tehát ez, nem tudom, hogy ilyen leszálló ágban vannak nagyon. Tehát a Veszprém meg mondjuk egy jó ütembe kapta el a Flensburgot. Hát egy nagyon reménykedtek a flensburgiak, az edzőjük hosszabbított, ezek szerint akkor igen, lehet építkezni, és hát a Veszprémnek meg egy nagyon nehéz éve van, de hát ugye itt beszélünk arról, hogy a formaidőzítés. David Davis edző mennyit rakott ehhez hozzá? Hogy úgy tűnik, hogy kiegyenesedhet a Veszprém szezonja egy jó Final Fourra. Nézd, ami az én tudomásom szerint a differencia a Vranyás és a Davis között az, hogy a Davisnél edzenek, a Vranyásnél nem edzettek. Tehát ez mondjuk olyan nagy dolgokat még nem látni tőle, de egy biztos, hogy konszekvensen edzeti a játékosokat. És az úgy fest, hogy ő keményen kézbe tudja tartani azt a társaságot, amiben, hát hogy finoman fogalmazok, nagy egyéniségek vannak, akiket azért nem biztos, hogy mind olyan könnyű egyszerűen egy trénernek sorba állítania. Hát egyelőre úgy néz ki, hogy sikerült, mert elég jó sikersorozatban vannak. Kérdés az, hogy ez a Final Four-ig kitart-e? Végéig kitart. Ez a Flensburgban látott Veszprém, ez esélyes lett a BL győzelemre is? Hát nézd, hogy az eredményeket megnézem, és hogy melyik csapatok lesznek benne a Final Four-ba, melyik csapatok lehetnek benne a Final Four-ba. Amit nagy valószínűséggel meg tudunk mondani, ugye? Igen, hát a Barcelonát azt körülbelül pipázhatjuk, igaz? Az idegembeli győzelem után. Mondjuk nagyon nagy csoda kéne úgy a PSG-től, mint a Szegedtől is, hogy ezt az eredményt megfordítsa. Az melyik lenne a nagyobb csoda? Azért a párizsi, nem? Hát a párizsi nagyobb csoda lenne szerintem. Kielcétől 10-et kikapni, az mi az? Hát az nem tudom, az mi volt? Hát nézd, ha már... Olyan, mint a futballcsapatuk ez a Paris Saint-Germain, nem? Hát ott is én úgy látom, hogy valami nagyon nem stimmel az edző és a csapat között. Tehát amit itt látni lehetett, az edző is totális csődbe ment, ugyanúgy, mint a játékosok. Ha van olyan, hogy egy csapat remek évet egyetlen meccsen elronthat, mint mondjuk, ha már futballnál maradunk, Guardiola Manchester City-e idén a BL-ben, akkor ez a Szegednek a szkópjai összeomlása sikerült, nem? Igen, hát mondjuk nekem itt egy nagyon nem tetszett az, ahogy ez az egész a kommentátorok, a szakvélemények, meg minden, arra voltak kihegyezve, hogy milyen problémái vannak a Vardar Skopjénak. Aztán kiderült, hogy a Szegednek vannak problémái. Hát ez talán azért nem érdemes a Vardar Skopje esetében ezt túlhangsúlyozni, mert ezt a Vardar Skopjét ezt láttuk már Bajnokok Ligáját nyerni úgy, hogy Sterbik Árpáddal a kapuba, hogy előtte vagy 10 hónapig nem kaptak fizetést. Hát jó. Hát tehát, hogy meg tudják oldani a problémáikat mentálisan úgy fest. Egyszerre, amennyi igen, tehát tudnak tartalékolni talán az alatt, az időszak alatt. De mi volt ez a, tehát mi volt ez a egyébként szépen fejlődő szegedieknek a gyengéje ezen a mérkőzésen? Hát az, tényleg elviheti a szezon. Hát azt hiszem, hogy minden a gyengéjük volt. Tudnék az, hogy 3 játékos 22 gólt lő, ez nekem egy kicsit sok. Ez sok. Tehát az, hogy ez az egyébként kiválóan védekező Szeged semmit meg nem próbálta ezzel a 3-as ellen. Tehát ez nekem rejtély. Rejtély, hogy ez hogy lehet, mert itt a játékosok csődöt mondtak a támadásban, meg a védekezésben, az edzők meg kint a padon. Tehát ez teljes. Hát de a vége az meg abszolút. De hát Pásztormester még nem adta fel, ezt hangsúlyozta. Milyen játékban meg haditerben reménykedhet -8-ról? Na jó, hát azért mondjuk egy edzőnek ezt kell nyilatkozni, hogy nem adja föl. Nem lesz könnyű dolga a Szegednek, ha bár egy otthoni környezetben, ha mindenki nagyon jól játszik, akkor lehet, hogy meg tudják oldani ezt a problémát. Sanszot nem látok sokat. Szóval az, amit pont az ellenkezőjét kell játszani, mint amit Skopjébe játszottak. Nem lassan, körülményesen, hanem lendülettel, ahogy játszottak az egész Bajnokok Ligájába. Na most a Barca helye is biztosnak tűnik külön, mert ezt már mondtuk, a Nantban szerzett 7 gólos előnnyel. Neked eddig, számodra eddig a BL idényben melyik a, nem azt mondom, hogy melyik a két legkiegyensúlyozottabb csapat? Hát okvetlenül a Barcelona. És hát a Vardar Skopjét is annak kell mondani, mert tulajdonképpen ő is nagyon jó eredményeket ért el az egész Bajnokok Ligájába. Ha meglepetés csapatot kérdezel, akkor ez a Kielce. Ezzel a teljesítménnyel ez engem lenyűgözött. Komolyan mondom. De... Amint egy becsúszannak a Final Fourba? Hát így, hogy előfordulhat, hogy becsúszannak a Final Fourba. Egy olyan csapat, aki tulajdonképpen azért reszketett, hogy bekerüljön egyáltalán a 16 közé. De hát akkor meg most ott istenítsük megint az edzőt? Vagy mi a... Nézd, most ez az edző kérdés, ebben nem menjünk bele, hogy a Dusebayer mit produkált Magyarországon, meg mit produkált Lengyelországban, mert hogyha megnézzük, akkor a válogatottal ott se ért el kimagasló eredményeket. Ezt a klubot úgy néz ki, hogy tudja irányítani úgy, hogy ha állandóan velük vannak a játékosok. Ja, akkor tudja fanatizálni őket. Tudja, biztos. Ha a papírformát nézzük, tehát Barca, Kielce, Veszprém és adja Isten, hogy Szeged, de a papírforma alapján Vardar. Hát ez egy nagyon régi ismerősök 4-es lenne így. Hát igen. Szóval már oda-vissza próbálkoztak egymással. Az utóbbi hiányzik a Paris Saint-Germain. Igen. Tehát ez... Nem tudom, hogy meg tudják ezt oldani. Ez nagyon komoly feladat azért. Melyik az első számú esélyes ebből, ha ez a 4-es lesz? A Barcelona? Hát a Barcelona-Veszprém. Barcelona-Veszprém. Tehát akkor ez a két, ha ez a 4-es jön be, akkor Barcelona-Veszprém. Hát ez érdekes. A végén visszakanyarodva rád, mert hogy van itt ám, miután te is voltál szövetségben is vezető alelnök, az külön öröm számodra, hogy most a mélyvízbe dobták Nagy Lászlót, akit meg annak idén te dobtál a mélyvízbe a válogatottnál. Nézd, hogyha egész az, hogy egy aktív játékos hirtelen az alelnök lesz, ez egy kicsit furcsa nekem. De korai, mert hogyha egy év múlva, amikor a Laci abbajta az aktív pályafutását, és akkor lesz a alelnök, akkor azt teljesen érthetőnek találnám. Ezt egy kicsit korainak tartom. A szövetség elnöksége úgy gondolta, hogy már most menjenek bele ebbe a dologba. Utána meg mondjuk lesz egy olyan, hogy megint előjön majd a Veszprém-Szeged csata, amikor a Nagy Laci a Veszprém sportigazgatója lesz, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke lesz, és egy szegedi sincs benne. És kapitányokat kell majd váltani adott esetben, nem? Hát, így van. Tehát, hogy az is felvetődhet. Hát minden, hát ez akkor már jönnek majd a problémák. Tehát mindig ez a egymást nézzük, Veszprém-Szeged, és akkor hát ki van előnyösebb helyzetben. Mi pedig majd ketten ezt elemezni fogjuk a jövőben, és köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.